Ha valaki pingpong órákat szeretne venni, nyugodtan forduljon Csonka András para asztali teniszezőhöz, aki már 4 paralimpián vett részt, úgyhogy tapasztalata van bőven. A rutin ráadásul hihetetlen tudatossággal és maximalizmussal társul. Csonka András paraasztali teniszezővel, hol máshol találkoztunk volna egy kis beszélgetésre az edzése előtt, mint a pingpongasztaloknál a Városligetben. Nem vesztegettük az időt, természetesen előkerültek a pingpongütők és a labda is. András, említetted az előbb, hogy fú, de milyen régen játszottál ilyen asztalon, mikor játszottál utoljára ilyen? Hát kőasztalon szerintem vagy olyan 17 éve, még amikor Salgótarjánban lakás előtt volt lent, játszott téren, és ott forgóztunk. Akkor ez így indult a téren, gyerekkorodban ez a pályafutás? Igen, így indult pontosan. Aztán utána elmentem a tesómnak a volt edzőjéhez, akit apukám személyesen jól ismert, és akkor utána elkezdtem járni úgymond normális edzésre. És mielőtt karrierje folytatásáról mesélt volna nekünk, már is akadt Andrisnak egy kihívója. Egy a Városligetben éppen ott pingpongozó úriember. Ez egyébként egyáltalán nem ritka Andris életében, hogy idegenek folyton játszani akarnak vele, és kihívják egy-egy mérkőzésre, és ezt ő mindig rettentően élvezi. Egyébként hogy ne élvezné, hiszen mindene a pingpong onnantól kezdve, hogy azon a bizonyos téren ütőt fogott a kezébe 8 évesen. Elvittek egy ugyanaz ranglista versenyre, és akkor pont ott megismert akkor a Sydney-ben készülő para válogatottnak az edzője, és akkor ő mondta, hogy lát bennem potenciált, és akkor így kezdődött, így kapcsolódtam be a mozgássérültek közé. Azaz, gyönyörű! Megtaláltam tesómnak a megyei bajnoki érmét, és úgy volt az egész motiváció, hogy akkor ezt én is meg akarom csinálni. Csak hát túl hamar elértem, itt egy év után, vagy másfél év után, és akkor utána mentem tovább. Andris megszámlálhatatlan kupát és érmet gyűjtött az azóta eltelt 17 év alatt. Időközben Salgótarjánból a fővárosba költözött, elvégezte a budapesti kommunikációs és üzleti főiskolát. Hihetetlen alázattal edzett mindig is, és folyamatosan csinál valamilyen mentális tréninget, hogy koncentrációja is még erősebb legyen. Benyák Andráshoz járok, és az NLP-t ott adja. Nem tudom, hallottatok a róla, ez a neurolingvisztikai programozás. Akkor lett tudatos, amikor elvégeztem az agykontrolltam folyamot 2012-ben. És tényleg most már tök, hogy most már mixelem a kettőt versenyeken, meg az egész életemben így tök jó, hogy mindig tudom, hogy most melyik technikát mikor használjam, és most már tényleg beépült az egész életembe, és most már mindenhol használom. Két meccs között megtudjuk, hogy Andris nemrég még 4-es erősségű szemüveget hordott, távolabbra elég rosszul látott, és természetesen a pingpongért műtette meg a szemeit. Nem zavar a nap, tényleg, hogy nem tükrözik az asztalt, hogy mondjuk olyan a világítás, úgyhogy sokkal jobb játszani. És hát mondják a csapattársaim is, meg az ellenfelek is, hogy sokkal jobban játszok, amióta nincs szemüvegem, és azt én is észreveszem. A Városligeti kis könnyed játék után jön a komoly edzés a BVSC asztali teniszcsarnokában. András edzőivel, Aranyosi Péterrel és Frank Bélával dolgozik, hol együtt, hol külön-külön. Az Andris egy nagyon érdekes jelenség, ha mondhatom így, talán ő a legmotiváltabb versenyző, akivel életemben foglalkoztam, mert ő nem csak a minden verseny, minden poénja, minden szettében motivált, hanem az edzésen is, minden labdamenetre és minden szettre, minden meccsre ugyanúgy tud figyelni. Egy különleges jelenség az Andrisnak a hozzáállása. A hozzáállásának köszönhetően Andris az utóbbi időben egyre jobb és jobb eredményeket ér el. Kiemelném ezt az évet, itt volt két nagyon rangos világkupa esemény, egy Szlovéniában, mind a kettő májusban volt, másik Szlovákiában, és a szlovént megnyerte, úgyhogy nem vesztett mérkőzést, tehát sem az egyéni versenyszámban, sem a csapatban, ami még soha nem történt meg, de talán a magyar csapaton belül sem nagyon történt meg egy ilyen rangos versenyen, és a következő szlovák versenyen ott harmadik lett egyéniben, és csapatban is harmadikok lettek. A világranglistán elit helyen álló riválisokat Andris az elmúlt két évben, illetve ezen a két versenyen is legyőzte, és ha megver egy előtte állót, akkor attól elveszi a pontokat. Így ő most jelenleg a negyedik. Napi két edzéséből 4 éve az egyiket, Frank Béla egykori válogatott játékos tartja. Nagyon jó koncentrál,
nem ront könnyű labdákat. Ez, ami nagyot változott az utóbbi egy évben, és most sokkal jobban is szerepel, és egész mást játszik, mint régen. Tehát sokkal biztosabb, megfontoltabb. Legutóbbi verseny az olimpiai második helyzetet úgy vette 3-0-ra, hogy szokták mondani, hogy rossz volt nézni, de nem jó volt nézni. Andris minden percét kihasználja az edzéseknek, és sokat tanul a két szakembertől. Frank Bélában például a játék közbeni kiszámíthatatlanságot szereti a legjobban. Nagyon szeretem például azt, hogy olyan jó szíveket ki tudja rakni a fehér vonalra a labdákat, és tényleg nagyon jól lát a pályán. Tényleg olyan, meg az is, hogy nagyon jól tudja variálni mondjuk azt, hogy egyszer üres pörüljön, egyszer fals pörülés. Tényleg leengedi az asztal alá a kezét, és nem lehet látni, hogy milyen csak utolsó pillanatban. Ez a nyár Andrisnak a szeptemberi világbajnokságra való készülésről szól, mert komolyak a célok. Bekerül négy közé, és ott minden lehet, úgy gondolom. Főleg most már fel tudom menni a kínaiakkal is a verseny, tényleg ott, úgyhogy tényleg az elsőleges cél, hogy négybe kerüljek be, és aztán minden lehet. A VB után pedig a riói paralimpiára készülés a cél.